Jó felvétel indul is, a következő volt. Próbálom egy óra alatt tartani a vodokat, mert úgy tudom akkor beütemezni őket. Jó. Ez belefér. Tehát nem, egyszerűen nem fordul ez a szar. Hiába nyomom a kanyarba, nem fordul. Lehet, hogy kéne nekem autót cserélni. Nagyon nem lesz fasza. Szerintem cseréljük le a kocsit. Nem jó ez a Koenigsegg. Többet vártam volna tőle, de lehet, hogy ezt már hátsó kerekes, vagy franzt, ugye, de nem akar fordulni. Nagyon tolja magát. Mi a helyzet, gyerekek? Mi a nagy csend? Senki nem beszél, mindenki csendben nézi a live-ot. Írjatok már nekem játékokat, hogy mit néznétek szívesen bármilyen témában, mert kíváncsi lennék, hogy ki minek örülne. Garagge. Mazda. RX-7. Ennek van még egyen nagyobb szintje? Ja, a Leech 1-be ez még befér. Na jó, hát akkor... Hát Out 2. Ó, az nagyon régi. Nem? Nekem a 3 az újabb. Vagy a 4, vagy nem tudom már mennyi van abból. Nekem azt mondom, a legújabb az nem tetszett. De régen szerettem a flat autót, azt tudom. Amennyivel jobb, mint az a Koenigsegg. Mert még itt is el tudom baszni a kanyart. De ez meg is lesz. Meg van PS Vita is, az visz minden PSP gémet. Van PS Vitád? Assassin's Creed, ha még nem volt, nem tudom mik vannak a csatornádon, nem volt még időm tanulmányozni YouTube-on. Érdemes végignézni, de gyerekek, figyeljetek, van egy elméleti kérdésem. Gondolkoztam a napokba, de még nem érzem úgy, hogy egyébként esetlegesen mondjuk aktuális lenne. Amúgy ezt meg prototype-olnom kéne, szóval mindenképpen kell egy új autó, ami Leech, hogy vagyunk, most már ne, összekavarodok, World Classic megy. Szóval, van nekem egy fő YouTube csatornám, amin ugye fönn vannak a videók, amiket csinálok. Meg van egy VOD csatornám. A VOD csatornám tavaly ősz óta üzemel. Van egy 2-3 év delay, amikor nem tettem föl semmilyen VOD-ot sehova, viszont amikor én még PS-ről, meg mindegy, az első egy évben, amikor YouTube-on streameltem, azok a videók egyébként megvannak, csak le vannak privátolva. Van olyan állat, aki azt mondaná, már szerintem nincs, mindegy, de van olyan állat, aki azt mondaná, hogy mondjuk a beraknám előfizetőknek egy-két ilyen régebbi 5-4 éve ezelőtti live-ot mondjuk megnézni? Meg előfizetne rá, meg ilyenek? Tehát hogy egyébként mindegy, csak kérdezem, mert eléggé nem ez World Classic megy. Nem ez volt nekem az előbb? Másik volt. World Class. Ez is In Elite. Elmegy Maxig. Leech 1. Good Drift Car. Leech 2. Mindegy, úgyhogy én nem akarom, foglalkoztam még ezzel a dologgal, mert esetre érdekes lehet. In Elite Drift Car, ó, a Supra. Menjünk rá a Suprára.
Nagyon majd szuprát próbáljuk már ki. És annyi pénzem van, mint a veszedelem, nem tudom mire költeni. Ebben nem vagyok egy szuprás, mert neki szuprázik, én meg ebből olyat szoktam, amit más nem. Jó, vizuál. Van rá bedik itt. Hát, a hátulja, ha jó, akkor jó lehet. Azt tudja, mik vannak rá lökösökből. De tuti, van egy valaggal. Legyen ez szokásos. Már szerintem mondjuk csúnya. Bár annyira nem, csak nem látszódik rajta az üveg. Teljesen jó így. Fekete felnit szeretnék. Nyert. Ez bőven elég rá. Szupra, szupra. Na, valami jó nagy szárny kell. Erre valami überállat nagy szárnyat szeretnék. Ez mi? Vasalódeszka. Normális nincs. Mondjuk az nem volt rossz, ez se rossz. Egyen ez ilyen retro feeling, az a széle, az ilyen jó Need for Speed-es. Hát, ott nagy változás mondjuk nem éppen volt. Lámpa gondolom van, ez lesz. Szépen leülsz, minden jobban gyerünk lefelé, irány a padló. Oké. Na akkor beszéljünk már erről a Pókember 2-ről DC-n, ha lesz időd majd persze. Mikor jelenik meg? Tudsz dátumot? Tudunk dátumot? Ebből nincs kábrió? Jó. Fény, tehát egyértelmű. Ez így nem kérdés. Kár, hogy nem lehet megcsinálni. Olyanra. Mire én szeretném. Nem baj, kap egy ilyet. Egy oldalra csináltam. Volt annyi eszem? Ó, hogy ne. Így már is jobb. Jó, kap egy ilyen csajos festést, többet nem. Szerintem, hogy ennyi is volt. És tuning. Mennyire lesz az erős? 66,4. kétszáz kiló majdnem lejön. 76,7, ez már gyors lesz. Kap még egy ilyen 20 000-es pakkot ide. Akkor elvileg jók is vagyunk. Oké. Szerintem indulhat a buli.
Mondjuk nem kellett volna kijöjjek onnan, mert amúgy meg jó helyen voltam. Akkor ez. Mondtam, score, drift. Na, meg tudjuk, hogy a Suprával hogy lehet driftelni azonnali hatállyal. Mostanában fogja bejelenteni a Sony, mert lesz egy show. Hát az még odébb van. Várjuk meg, lehet addigra lesz PS5-öm. Kurva jó hangja van. De elvisszük a pontot, megállok. Cső Gábor, szia! Menne tovább, de megállunk. Megállunk, mert kell a pont. Lájkot toljátok, gyerekek, hogy legyünk minél többen. Köszönöm szépen, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Bunye streamel ma? Szerintem nem. Már is teszem szerintem, mert rengeteg lóvé van. Következő! Akkor fogadjunk, ott van az egész brigád. Fogadjunk, ott van mindenki nálam, mert a Gyuricedet már unják. Megmerném tippelni. Nem baj. Erre mernék tippelni. Mindegy, nem baj amúgy. Nem azért mondtam, nyugodtan legyenek ott. Na, Kizu egyébként azt a szobát nézte? Tehát én akarom neked jelezni mindenki... az nem kellett volna. Hogy én amit írok ilyenkor ki, kicsit félek tőle, hogy remélem nem érzitek úgy, hogy ez ilyen parancs, hogy akkor gyerünk katonák, oldjátok meg, tehát csak azt szeretném elérni, hogy próbálkozzunk. Nekem az se feltétlenül probléma, hogyha kevesebb lesz a szám, nem, csak hogy valami legyen, hogy legyen egy cél, amit lehetne, amire lehetne fókuszálni. Én annyi tanácsot tudok nektek adni, ha ez érdekes lehet, hogy... Nyugodtan nézzed, Kizu, hát azért live volt. Az lenne jó, hogyha arra törekednénk, hogy valahogy a nézők, tehát ilyen kérdéseket, olyan dolgokat kirakni, olyat is, amire az emberek reagálhatnak. Nem mehetek falnak, ez így eléggé necces. El sem olvastam mik azok nagyjából, csak bele-bele nézegettem. Csak azért raktam, hogy legyen egy kép, hogy most hogy állunk. Akkor pénteken megcsinálom még egyszer ezt, és akkor meglátjuk, hogy előrébb vagyunk-e. Cukra nem rossz amúgy. Elég jól megy. Ó, nem is gyenge. Hoppá, odafigyeljél. A számok az NBA-szok. Ezeket persze csak viccelek, értem, én szerintem ez jó, mert nekünk is van visszacsatolás. Tehát én mondom, hogy csak azért tettem ki, nem azért, hogy tehát, ha valaki remélem nem érzi úgy senki, hogy akkor kirakjuk mondjuk jövő hét, vasárnap kirakom megint, azok a srácok kapja azt, hogy nem lőtt meg. Tehát, nem.
Csak egy, lenne egy olyan, hogy előtte, utána, és akkor látjuk. Én nekem is, ahogy ezt néz, ezt próbálom most csinálni. Szállen esetet kell lenyomni. Ez a pály, ez jó. Lehet. Meglátjuk. Valami story game-en gondolkozom, hogy valamit el kéne kezdeni. Lenne egyébként ötletem, de valaki meg tudja nekem mondani, hogy mikor jön a következő olyan játék, amivel érdemes lehet játszani. Én az Outlast-et tudom, hogy nem sokára érkezik, másról nem tudok. Hát, hogyha még így is lenyomom, az mondja durva lenne. Ez csúnya, ez akkora hibák voltak, meg ez is. Ennek milyen hangja van, gyerekek? Menj már! Az meg! Layers of Fear az már nem mai, nem? Lányt, hogy az... Ezt nem tudom, hogy hogy van. Hát, a horror gémektől a TikTok miatt félek egy kicsit, de... Lehet horror, én nem... zárkózom el tőle. Lehet, hogy jó lehet. Nem mondom, rá lehetne nézni. Van, oké. Okay. Ez kérlek szépen a Juicet 2. Elvnék egy Detroitot is, tudom már toltad meg. Rég, de imádtam a Heavy Rain-t. Az kőkemény story game-ek. Én a Detroitot kitolnám, csak nem akarom megvenni, mert most azért az 20 euró még akcióba is általában. Egyébként ami még én nagyon szívesen játszanék, vagy nagyon nyomnám, az a Death Stranding Director's Cut-ot újra játszanám nagyon szívesen, csak nem, a tapasztalatom az, hogyha én játszok egy játékot, mondjuk tegyük fel egy story game-et, nem nagyon szokott rájönni néző, főleg az elején. Nem tudom, hogy mennyire lenne rá igény, mert az eleje annak a játéknak tényleg egy kicsit unalmas. Mármint, hogy nem az, hogy unalmas, hanem hogyha ha csak így becsatlakozol a live-ba, és fogalmad nincs, hogy miről van szó, akkor nagyon könnyen
le tudsz lépni, és aztán pedig ha néha bele-bele nézel, csak annyit látsz, hogy egy táskát cipelek a hátamon, és így elég unalmas. Hát nem, én nem unalmas, csak a tényleg odafigyelős, hogy mi a története. Meg kurva hosszú. Hát borzasztóan hosszú az a játék. Nem lehet neon tenni, legalábbis én nem tudok. Szerintem nem lehet. Ez jön. Hát a kanyarokba le fog maradni. Nem biztos, hogy pont így. Kanyarokba béna a játék. Igen, de itt viszont már jó lesz. Ajajajajajaj, várjál csak. Ó, meg fog előzni. És pont cél előtt. Jobban kell menni, oké. Nekem 65 óra volt, de a milyen élmény az... Igen, ez nagyon jó játék. Nem volt. De biztos, hogy nincs, mert most végig gondoltam, és nincs más tuning lehetőség. Hát amiket én végignyomtam, szerintem nincs. Jó lesz annak a második része. De addigra már kell új videókártya, az már biztos. A gyerekek a minden falnak neki megyek, ez a be... Nem értem, az egyetlen autós játék, aminek a belső íven vonzom a falat. Mondjuk ez most jó volt. Hát de itt nagyon jön. Tehát az egyenesből nagyon jön. Majdnem, hogy utód is ér. Jó, ez most jó volt. Tehát hogyha ezt nem bacom el, akkor még... És most eddig biztos, hogy jobban megyek. Nagyon szép. Ez is belefér, határeset. Á, nem lesz nitró. Csak magam mögött kell tartani. Megvan. Jó. Igen, ahhoz képest, hogy mikori, elég jó a grafika, viszont érdekességképp azt hozzátenném, hogy ez a játék 2007-es. És 2007-ben már jobb grafikája volt a Need for Speednek például. Milyen érdekes, hogy basszik, tényleg azokban az időkben a Need for Speed mindent vertett, hogy ja, 2007-ben volt ugye a Pro Street, azért ennél már jobb volt, nem sokkal jobb szerintem, de minimálisan. Viszont tényleg, hogyha azt nézzük, hogy milyen játékok voltak, akkor a Carbontól kedve, stb. A Carbont magasan nagyon veri. Hanem sokkal, sőt, rohadt éles a grafika benne, de brutálisan jól néz ki. Königszeg, fasza. Viszont Carbon nem volt ilyen szép. Tény. Viszont skacok, én büszke vagyok szerintem most a számokra, mert
az átlag néző, amiket produkálunk, még a Twitch-en is, még annak ellenére is, hogy tudom, hogy sok nézőm nem, néha már egy könnyökén jön ki az autós játék, azért magasabbak a számok mind hétről hétre, szóval szerintem egyre pozitívabb a helyzet. Jó, ez csúnya volt. Ez a kanyarás csúnya volt, de nem baj, belefér. Szerintem belefér. PC-n játszom. Én PC-n nyomom a... Á, nem fog utolérni. Ő messze nem tudott. Letöltöttem torrentről, mert máshonnan nem lehet. Nincsen. De a videó bemutatóimat a YouTube-ra tavaly... Nem, ez úgy történt, ezt elmondom, hogy mi volt. Régen YouTube-on streameltem, még 4 évvel ezelőtt. Aztán utána hagytam a francba, átjöttem a Twitch-re. És akkor igazából a Twitch-en nyomkodtam itt, majd vártam a csodát, éveken keresztül, fél év kihagyással, 3-4 évet, az sokat amúgy. Vártam a csodát, hogy majd akkor mit tudom én, majd jönnek a nézők, stb. Stb. Tehát ugye nyilván vagy igen, vagy nem, inkább nem az én esetemben. És tavaly október környékén volt egy ilyen gondolatom, várjál Kizu, és október környékén volt egy ilyen gondolatom, hogy most dolgozok, melóhely, ez nem is annyira biztos. Majd, hogyha odaérünk, majd tuningolok autót, akkor megmutatom, addig nem fogok most bemenni oda. Az a lényeg, hogy mondom, október volt, mondom, mi van, hogyha nem, tehát a Twitchből nem tudok megélni, mert lófasz, mondom, amiből kéne pénz, ugye nyilván dolgozok, tehát az egyértelmű. Mondom, az is ugye, ha másik melóba kell mennem, vagy több műszakba, vagy többet, valahonnan. Igazából az volt a bajom, hogy átlag munkahelyekből nem igazán lehet szerintem annyit keresni, hogy csak nincs valami olyan munkahelyet, hogy fasza legyen. Akkor rájöttem, hogy... Szervusztok, sziasztok mindenkinek! De rájöttem, hogy basszak, 3 éve hagyom a YouTube-ot a francba, miközben rég tolnom kéne. Mert régen nekem voltak GTA 5 bemutatóim. Ja, és ugye a másik, ami volt, hogy a YouTube küldött nekem egy üzenetet, hogy le fog járni, a partnerségem megszűnik, egy 3 év után. Ugye nekem tulajdonképpen december végeig a partnerségemet kellett visszatornázni. Juice Set 2 a játék neve. Juice Set 2. És igazából azóta nyomom a YouTube-ra bemutatókat, mert az egyetlen videósként, az egyetlen, vagy streamer, vagy videós, tök mindegy, az egyetlen bevételforrásod, ami fix, az maximum a YouTube lehet, kivéve a csaj vagy, mert akkor a streamekből röhögve meg tudsz élni. Na, 3 millió pont. Az már szép. Hogyha 75 átlag néződ megvan, akkor lehetsz Twitch partner. Köszönöm a követést. Engem a Twitch partnerség, 75 átlag nézőt, hát nem tudom. Növekszik a nézőszámom, de a 75 átlag nézőtől még nagyon messze vagyok. Hát az brutálisan messze. Főleg, ha vannak olyan napok, mint a körülbelül mostani, hogy 5 néző van. Mostanában volt 20 is, az mondjuk már nem rossz, de... Hát a...
attól nagyon messze vagyunk. Elmenjünk a 10 millióra. Öt milliót meg kéne ugrani. Lekoptoltam a falat. Köszi szépen. Hát, mondjuk, igen, mondjuk abból a szempontból Underground 1-es, hogy nincs benne Superke. Nem Open World. Még ez poén lenne, mert akkor gondolom, mert olyan algoritmusban is jobban rátalálnának. Hát jó, figyelj Kizu. Én most gondolkoztam a napokban, és rájöttem, hogy idióta vagyok, ezt kimerem most mondani, igen. Szóval az a lényeg, még egy 3 millió pont, hát akkor hagyd szóljon. Szóval az a lényeg, hogy én egy dologot nem vettem figyelembe. Én úgy voltam velem, hogy jönnek a követők, jönnek a nézők, és a Volt csatorna majd pörög. Most ez nagyon jó, csak ez a Volt csatorna, ez... Tehát a Volt csatorna az egyetlen olyan csatornám, köszönöm szépen, ahol napi szinten megy ki videó. Egyetlen olyan csatorna, a napi szinten 5-6 videó megy ki. De rengeteg. És a Volt csatornám, hát ez csúnya volt. Így nem így kellett volna kezdeni. És a Volt csatorna az, ami úgymond a legkevésbé megy. És az mehetne a legjobban. Ja, azért kezdtem el most a borítóképeket kicsenni, nem tudom, hogy van-e itt olyan, aki a Volt csatornát szokta nézni. Most pár új videónak a Star Warsnak, meg a Most Wantednek, meg egy-két játéknak cseréltem a borítóképét. Nem tudom, hogy valaki esetleg ránéze, hogy mi a véleménye, esetleg szuperke. Hogy esetleg valakinek van kedve a Volt csatira rápillantani, hogy az új borítóképek jobbak-e. Ugye az a cél, hogy oda mindenképpen valahogy azt meg kell pörgetni. Mert ha abból lenne bevétel, akkor sokkal több mindent lehetne megvenni, játékokat meg fejleszteni, meg gyorsabban haladni, és az rengeteg tartalom, ami ott van. Hát köszönöm, Kizu. Juicet 2, a játék neve. You eat said. Megint elbasztam. Köszönöm a kedveléseket, a követéseket, a lájkokat, ami ugyanaz, mint a kedvelés, de tök mindegy, meg mindent is.
Hát remélem, hogy az embereknek is jobban felkelti az érdeklődését, mert igazából a VOD csatorna az annak nagyon mennie kéne. El kéne kezdenem, az meg, nem, ez a pálya nekem nem fekszik. Hát valahol torrenten, mert már nem lehet megvenni sehol. 2007-es játék. DC-re ki fogom tenni nektek a héten, le lehet majd tölteni a torrent linket, csak még nem értem oda, hogy megtaláljam. Majd ha valakinek kell, akkor Discordon lesz, van egy ilyen elveszett játékok nevű szoba, amit nem lehet már megvenni se, azokat rakom ki, csak még én nem értem oda, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor előbb-utóbb DC-nkre kikerül. DC meghívó meg a Bionban, ha valakinek kell, de akkor lehet, hogy neten meg tudjátok találni szerintem. Mesélj, szuperke, beszéljük meg? Hát azért vagyunk, mesélj! Ne legyél depressziós. Hát ez a prostitútól nagyon messze van. Az egész megint ugyanott, ugyanott. Ja, jól néz ki a játék. Tudod, van olyan, hogy szer... Várjátok már, mert ezt üzenetetek el kell olvassam. Tudod, van olyan, hogy a szerelem hiánya. Hát, mit jelent az, hogy a szerelem hiánya? PS2 meg PS3-on volt ez a játék. Mi az, hogy a szerelem hiánya, szuperke? Mesélj már. Ja, a TikTok nézőknek mondom, hogy a Twitch-en is megy a live, úgyhogy nem idióta vagyok, hanem... Nem a képzeletbeli barátaimmal beszélgetek, hanem két chatre figyelek. Meg közben drittelek. De úgy a kemény. Az... Hú, igen, az. Ez a pálya nem fekszik. Mi az, hogy nálad is bunkóbbak a nők, akikkel mi? Szuperke, mi a problémád a nőkkel? Meg el kell kerülni a bunkó nőket. Hát, majd én majd kirakom nektek Discordra, ha eljutok oda a héten valamelyik nap, figyeljetek, na, nem reklám, csak elmondom akkor még egyszer. Van a Discordon egy olyan részlegem, hogy elveszett játékok, amit már nem lehet beszerezni. Azt hiszem ad a címe, de már nem tudom. Vagy Game Helpdesk, na mindegy. Oda én ki fogom nektek tenni, kim van a Most Wanted, Underground 2, Carbon, tehát le lehet töltögetni. Egyébként csak torrentől tudod leszedni, szóval ha meg tudod oldani, akkor nem kell hozzá a Discordom, persze, de ebbe azért majd segítek nektek, mert amúgy csak Full HD 30 FPS-sel megy PC. Én nem tudok, hát nem tudok oldalnevet. De nem tudok oldalnevet, tehát mondok egy oldalnevet, Encore. Na.
Encore-on fenn van például, de ha csak Full HD 30 FPS-sel megy, úgy meg behánysz annyira szar, tehát ad is meg... Nekem van hozzá patch-em, de neten kell keresni hozzá. Én azért rakok be mindent a Discordomra, hogy meglegyen, hogy ne tudjátok tölteni, de ha valaki nem akar bejönni, semmi gond, akkor megoldja. Jó, csak mondom, mindenképpen keres hozzá a patch-et, mert nem lehet vele játszani az alapjátékkal. A szuperke! Most... értem. Mert az összes nézőm ott van, aki általában itt szokott lenni, majdnem. Jó, nem az összes, a fele. Hát most... Encore-on nincs, valahol a Google-be keressél. Nem tudom, hogy én is úgy találtam valahol, a fogalmam nincs, hogy honnan szedtem le. Hát ez nem igaz. Nem leszünk 14-en kizdó, hogyha belédelik az összes nézőt. Abból három itt van, három ott van. Köszönöm a követést. Hát a Twitch-en jobb írni, az egyértelmű. Na, gyerekek, figyelek a játékra, mert nem lesz meg soha, de a 3 millió nem kevés pont. Majdnem megint keresztbe fordultam vele. Jaj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 
Mindjárt megvan, az csak pár pont. Elünk! Abba is hagyom utána. Fú! Mi a baj az alapjátékkal? Az, hogy Full HD 30 FPS-sel megy, és konkrétan nem tudsz úgy vezetni. Van a francia pálya például, köszönöm a követést mindenkinek, és a francia pályán ilyen rácsos a drift pálya. És konkrétan pedig én aztán még a sok játékot játszok az újabb közül 30 FPS-sel a streamek miatt, hogy ne akadjon, majd a 1080 a két live-ot már nehezen bírja meg a játékot. Semmi bajom nem szokott lenni, de amikor autós játékban 30 FPS-sel játszom, főleg olyan, hogy nagyon darabos a kép, tehát nagyon-nagyon sok részlet van, akkor már én majdnem rosszul lettem. Ki is kellett lépjek, mondom, ezt nem lehet, tehát borzalom volt. Az a prototípus. Kell nekem egy olyan, legyen ez a, olyan angol nincs, legyen ez. Jó vagyok. Ennyi. Meglátom ezt a játékot, mi látom PS2-n, a patchre hogy keresek? Hát nem tudom, Full HD 30, 60 FPS. Úgy írt be valahogy, nem tudom. Ma, de egyébként én ma kiraktam DC csevegőbe, szóval visszapörgetsz ott van, mert valaki már kérte, annak elküldtem.
ott kim van. De mondom, nem tudom, Full HD 30 FPS, vagy 60 FPS mondjuk úgy. Ez csúnya volt. Ajajajaj. Azt itt nem igaz, hogy nem tudok vele befordulni. Azt hiszem, meg ugyanott. Hát ez így kuka. Itt mindig be tudok fordulni a pazdával. De ezzel valahogy nem. Az a szokásos ugratásból drittelés nem az igazi. Ez nehéz. Ez viszont nehéz. Csevegőbe van, mondom, ma délután írt valaki, hogy lehet, és bemásoltam egy indítófájt. Azt mondta, hogy elvileg jó. Azt hiszem azaz. Ma nem volt sok beszélgetés a csevegőbe, szóval megtalálod. Azeket nem hiszem el. Úristen, de fú, ezen a pályán imádok menni a Mazdával, de valahogy a Supra nem jó. Vagy túl gyors már ide. Necces lesz.
Ajjajjajjaj, bassz, nem bírtam már, mondom el, jobbra, balra, hova menjek? Oké, amúgy jó fej volt, kértem. Majd jól lebaszom, Kizu. Juicet 2, na. De nyugodtan írjál neki, Kizu, hogy egy köszönömöt írhatott volna. Még 30 másodperc, megőrülök. Járjon már le az óra. Van. Ott nincs, csak a gépemen van. Csak arra bedobtam egy full HD-t, de majd ki fogom tenni. Lesz időm a héten, mondom, amelyik nap megcsinálom. Van 4K is, meg van 120 Hz is, nekem is az kéne. Valamire full HD-t használom. De van. Létezik. De oda nincs kirakva, oda csak a full HD van kirakva. Jó, mennyi kell? Baszik, itt nagyon sok, 17-et meg kell csinálni. A gyerekek, ez nem lesz könnyű. Van még egy drift, és van még egy drift. Ki kell lökni, ugratni kell... Az ugratás? Igen, 10 szek, még 6,03. Hát akkor itt egy drift. Reaper. Jól mondom? Ja. Elvisszük. Gyerünk. Ez nem drift volt. Csak sima autónyerés. Ez biztos, hogy nem drift. Kizár dolog, hogy drift. BMW van. Ez az egy autó játszik. Ilyenem nincsen. Megcsináljuk, gyerekek, meg lesz, én érzem. Na, tessék, 11 néző van, szuperke. Mit szólsz ehhez? Tíz óra van, hát talán épére be lehetne fejezni. Ha innen ízni. Juicet 2. A játék. Azért ismerős, mert 2007-ben vagy utána gondolom nyomtad.
Le van maradva már rendesen. Én gyerekkoromban nyomtam. Na, ott van a raid. Ő mindenkinek. Te az már. Cső bunyász, cső mindenkinek. Milyen volt a live bunyásznél, gyerekek? Leckós BMW? Majdnem. Meg is van. Mint mindig jó, na ez a lényeg. Ja, te, hogy te streambe 100%-ra játszott ki a játékot? Az mondjuk meredek. Az mondjuk úgy kemény. Én azért annyit nem szánok egy játékra, hogy kifúj. Ah, mondjuk attól függ mi. Azt hittem már. Jó. Hát szerintem, mivel ez nagyon sok, és ez így egy dumi. Van még itt, majd driftelgetünk most, egy kicsit szerintem versenyezzünk, mert gáz a helyzet. Jó, legyen mondjuk ő, és megpróbálunk mindenkit kilögdösni. Na, skacok, elmegyek mosdóba, fél perc, azt itt vagyok, jó? Addig mindenki nyomja a lájkokat ezerrel, mire visszajövök, ilyen 100 000 lájk, köszönöm, pacsi! Amit mondtam, gyors teszek. Enepes függő voltál. Hát, még nem nyom hülyeséget, addig nincs baj. Ja, azt a DLC-t imádtam. Ok, ha nincs. Kimaxolva. Alap meg hidden az kieg is ki van maxolva. A hónaptól jön a neheze Odyssey, lassan megy a sok-sok-sok ölési lehetőség miatt. Hát akkor neked most ilyen Assassin's Creed vonal lesz elég sokáig? Főmaniák, mi a helyzet? Mi a helyzet? Hogy vagytok, gyerekek? Meséljetek! Hát ez a játék, én nem tudom milyen értékelés kapott, de rohadt jó. Tehát, hogy mondjam, tehát vannak benne gyengeségei, de alapvetően egyébként a jó játékról van szó. Ha nem figyeltük, hogy kit kell kihívni. Hát, 14 ezer fizetett nekem vissza? Nem, 140, bocsánat, azt hittem már, hogy lemondta. Miután egy kis levető Cyberpunk, aztán vagy Hogwarts, vagy Valhalla. Tehát a Hogwartsot nyomtad. Cyberpunkot én is tervezem majd mostanság. Jöttem lájkolni. Nagyon helyes. Maniac, olvastad, amit kiírtam? Olvastad, nem?
nem tudom, hogy mennyi van, annyira nem folytam bele. DC-n a... mit tudom én, milyen boss szoba vagy? Én már nem tudom, Csumpi, milyen nevet, azt hiszem kommentelti oda, szóval szerintem látod, köszönöm a követést. Kacok, Twitch-en is megy a live, oda is érdemes becsatlakozni, meg bekövetni, meg minden egyéb. Annak ki kéne löködni az összes versenyzőt. Ha menj. Á, lemegy neki. Azt nem érem utól. Hát ez gatya, ez gatya. Azt, Dali, mire írtad, hogy jobb? Nem láttam valamit? Bocsánat, figyelek mindenkire, csak vezetek. Ja. Igen, lassan én is elő fogom venni most már a kódokat, ahogy ígértem, mert már lenne kedvem egy kicsit az autós játékokon kívül is élni. Csak ma azért hoztam megint ezt, mert úgy voltam vele, hogy fejezzük be, legyen vége, és akkor nem az van, hogy mikor lesz ennek vége, hanem le van tudva, ki van játszva, jött a következő. Nem bánnám. Ki kéne lögdösnöm a többit is. Előzd meg. De ez ugyanaz a csávó, ez nem jó nekem. Másokat kéne kilöknöm. Az első résztől. A Hogwarts Legacy-t én fogom játszani a... Még szerintem idén még egyszer, csak magyar felirattal, de hát az majd még meglátjuk, mert engem ugye az... Na, nem bánnám, hogyha magyarul ki tudnám tolni. A kódot, Maniák? A kódról van szó? Ugye elkezdhetjük, mondom, annyi van, hogy figyeljetek, a burnoutot szerintem hanyagolni fogjuk. Én ma belenéztem, megmondom, hogy mi a húbánatos franc van a burnouttal. Ugye a remasteredben minden benne van, tehát hogy lényegében minden autó benne van. Összes DLC, minden szar. Tehát kvázi játszhatatlan a játék, mert de konkrétan, az nem tudok vezetni. Konkrétan játszhatatlan a játék, mert nem kell, nincs mit megnyerni benne. Szóval az esélyes, hogy én azt hagynám. Inkább valami régebbi burnoutot majd. A Grid Legends-szel viszont mennék egy költ. Hoppá, itt egy Brates. Cső. Én azt nem bánnám, hogyha a Grid Legend az menne egyet. Ezer meg egy éve, ideje volt. Igen, a Burnout 3 meg ilyenek az jó lenne. Mi van kikapcsolva? Mi van kikapcsolva? Mi 44 vagy 45?
Hát nem baj, jönni kell live-ot nézni. Hát de akik itt voltak ősszel, minden néző lelépett. Ja, köszönöm az előfizetést akkor, ha ki van ka... Bocsánat. Bocsánat, meg kommenteket olvasok, majd kéne figyelnem, mert... Ha jó, 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 oké, most nem olvasok kommentet, mert rossz vége lesz. Meg kéne érnem a célba. Legyen az első az. Na, vidd már jó. Nem tudsz linket küldeni, csak DC-re. Amíg benn vagy a Discordon. 45. Nem, 44, 44, 44. Na, meg is van. Hát a csevegőbe be tudod küldeni bármilyen linket, nem tudom mit szeretnél. Na, hol tartottunk? Vagy minél tartottunk? Vagy mi volt? A grid első része, a más, tehát a grideket szeretném hozni nektek, az benne van a bakancslistámba. Most a Grid Legends-el lenne lehetőségünk játszani. Én azért gondoltam, hogy egy... ilyen nekifutás szerintem mindenképpen megérdemelne, aztán majd meglátjuk. Igazából ennyi. Tizennyolcan vagyunk, 17-en? Hát te, persze, jönnek itt a nézők, hát dől a nézőszám. Hát, így van, Mark. Mark, neked köszönhető. 20, oda nézzél. 20 néző van a Twitch-en, gyerekek. Hát mindjárt azért, felszállunk az űrbe. Azok el kéne induljak. Nem tudom. Nem tudom, nekem ment. Mondom, én felraktam, bevásoltam azt a patchet, vagy mi a tökömet, hogy megy, nekem azóta megy hibátlanul. Nem tudom, bekrekkeltet? Tehát alapból gondolom a krekket be... De lehet, hogy még... Vagy nem tudom, így majd... Van még ott szerintem file, majd... A másik csávónak meg működött. Minden majd megnézem, most live alatt nem tudom. Így nehéz. De van még ott azokban a mappákban két file. Nem tudom, hogy az kell-e hozzá. Jó, de amikor csak te nézti, akkor 15 éves voltál, kis szaros. Vágod, most meg majdnem 20 vagy. Vagy már annyi vagy, én már nem tudom mennyi vagy. YouTube-on van róla videó, lehet benne tuningolni. Úgy bemutató videó nincs, csak ilyen betekintő videóm van. Tehát szarrá lehet tuningolni benne minden. De majd lesz, hogyha befejezem, remélhetőleg már ma, akkor csinálok róla YouTube-ra videót, igen. Mert annyira jó a játék, hogy szerintem megérdemel egy ilyen normálisabb videót. Viszont, cső mindenkinek, viszont most a Star Wars videót csinálom nektek, úgyhogy a Star Wars videó jön következőnek, utána jön egy Star Wars-os fogatversenyes Unreal Engine 4-es videó, aztán utána végül is mehet ez is, mert már sorba vagyunk, úgyhogy igen. Valahogy ebben a sorrendben kellene. Második hely, az mondjuk gáz. Akkor viszont restart. Hát igazából az elmúlt nagyjából 2,5 évben már nem nagyon nézte live-jaimat, úgyhogy mondjuk ez nem igaz, de...
De az elmúlt 2,5 évben elhanyagolható a nézési mennyiséged. Jó, meddig egy... Ma már aztán jössz majd egy hét múlva, esetleg beköszönsz? Múltkor is ezt mondtad, jaj, jönni fogok, itt leszek gyerekek. Azt eltűntél fél évig. Hogy nem hiszek ebbe. Amúgy lehet, hogy nyertünk, mert hogyha a társamé a... Azzal akkor megnyertük majd a csapattársam. Én meg újra kezdtem. Az gáz. Protest, te se voltál szerintem már fél éve legalább. Jó, hát akkor jöttök, amikor akartuk, szóval szerintem ez nem téma amúgy. Hát... Amúgy Mark az nem csak moderátor volt, ezt elmondom nektek. DMMD Social, ami nem tudom miért ez a neve, mert na mindegy, lehetné mondjuk Mark is, és akkor legalább tudnák. Marknak volt emótja is. Rendszeresen itt vagyok, mert kikapcsol a live-ot és feltöltődök tőle. Hát Csaba, figyelj! Ez egy nagyon jó hír, köszönöm, ez jól esik. A Twitch kezd beindulni több néző, mint TikTokon. Á, jó, várj ki a végét, majd TikTok még fel fog pörögni. Itt van Azaria is. Hát, én is élvezem ezeket a játékokat. Van egy-két olyan játék, amit nagyon elővennék, ami megoldható-e még, de azok maradjanak meglepetések. Jó, úgy állunk, hogy 11 kell, a vodot viszont meg...